Na, jó napot kívánok! Szerkesztő úr! Ó, de szép ez a motor! Az igen! Fiatal! Szevasz Ádám! Rég láttalak! Elvetődtél a vidéke megint? Nem szoktam én hát a jarra. Ú, de szép állapotban van, hallod! Ez már az olyan rémpestet. Ez milyen évjáratú? 89. Akkor ez a Tomcat, mi? Ez már én festettem. Igen? Ezt, ha van valami színeltérés, ha? Van, de nem feltűnő. Hát olyan festéken volt otthon. A ZX-10 Tomcat, ugye? Az. Aha. Ezek marha jó motorok. Egyébként. Szép, tényleg szép állapotban van. Mennyi kilométer van benne? 31. 31 ezer? Ó, basszus. Hát még fütyül a motorja. Az már nem gyári, de az is. Ha, ez meddig állt ez? Sokáig? Hát most 2020-ra volt szervizelve, az volt 50 km volt. Igen? Hát micsoda ülés van rajta, bazzen. Hát szép, nagyon szépek ezek a motorok. Ez mennyi 88-tól 90-ig, vagy hogy 91-ig gyártottál? 90. Aha. 90. Ez volt a maga idejében a leggyorsabb motor világon. 260 fölött tud menni. Nem. A maga idejében ez nagyon nagy gép. Ezébe a, hogy hívják be, nem ez van? Tudod a... Valami a filmbe a... Ninja-s filmet beszéltek. Nem, a tudod a Tom Cruise-nak a... Az gépéző. Az gépéző? Az 900-as gépéző. Igen? Ja, akkor aha. 900-as gépéző, aha. Ez valami amerikai ninja-s filmben emlegetett. De azt tudom, ez az alumínium... Ezért ez neki volt először a világon. Hát meg ilyen formát nem nagyon látom. Ez a ker alumínium. Ilyen formát sem nagyon látott annak idején. Az RX-1000-esek azok kezdtek majd kicsit szép. Ha, de hogy szép, így ki... Szép formájú motor. Szó se róla. Ki van cserélve rajta a kormány, látom. Mondjuk ez lesz sokkal másabb. Nagyon jó. Teljesen más lesz tőle. Üzemanyag színmérő működik? Aha. Most tankoltam. Ja, ugye? Aha. Az igen. Beindítjuk. Ha beindul... Generátort azt cseréltem ki. De most üzen meleg amúgy. Ezen úgy minden gyári, nem? Honnan van ez a motor? Németország? Ja, meg vannak neked hozzá a dobozok, mi? Igen? Mondtam, hogy leakalapval egy ilyen ember, hogy így megkosztulni élet előttet. Marha kényelmes, hallod? Hogy ráültem, borult, nagyon kényelmes. Hát, csak mind a fekete volt. Hát ez ezzel a kormánnyal meg aztán teljesen más, mert... Az ülés is, ez is talán. Aha. Ez is. Mert egy-egy ilyen kormány csere olyan, mint egy másik motorra ülni. De már ez nagyon jó, meg ez olyan szín. Hát tisztulni kell neki. Már mentem vele, hogy 200. Mennyi? 200-at? Hát figyelj már, ezeknek a karburátoros motoroknak, amik így nagyon sokáig álltak, el kell menned 1500-2000 km, teljesen kitisztuljon a karburátor. Hát ez akkor sem. Nem, az el kell menned.
el kell menni vele 100-as benzinnel, vagy 1500 kilométert, és akkor ki fog a rendszer teljesen tisztulni, akkor lesz a rendes hangja meg a minden. Aha, de az még jobb lesz majd, az még jobb lesz, ahogy a rendszer tisztul. Látom fényfék, és ezt nem tetetted rá, ez így volt. Ez sokat jelent. Hát a műanyag elbefedő. Megtudtam akkor az üvegszálat, aha, gyapott gyantával, minden belülről megrevettem. Nincsen, újszerű az is. Hát igen, a látni rajta azért, hogy tényleg sokat áll. Te honnan jössz? Onnan? Ezért? Nem fáztál? Jó hangja van, nem? Nagyon szép hangja van. Nagyon szép hangja van. Hát Adam használt egészséggel. Én még ilyen szép öreg motort nem nagyon láttam úgy. Igen, és valószínűleg ez gyári lánc még rajta. Hát ez ha. Hát azt mondták, hogy mikor bótész kapnom, de hát le is kell meg szerintem. Hát figyelj, sima. Hát ezen most mit? Legfeljebb a kormány, de hát 70% a differencia meg lehet, én úgy tudom. Hát ezek a, Jani tudja ezeket a szabályokat. Hát most majd lehet, hogy holnap megyek hazafelé, lehet, hogy beszaladok hozzá. Kérdezd meg. Holnap ezért dolgozós hetes. Úgyhogy holnap itt lesz az autóklubba. Mert akkor szerintem majd arra megyek, az belépek, már csak megkérdezem. Mert ezért kedden meg jön hozzám, mert én motorom ott van szétszedve a garázsba. Teljesen, mert én kiszedtem a teleszkópokat, most hoztam. Feri bácsival beszéltem, tehát mondta, hogy felújította. Hát a teleszkópok azok most lettek. Pestre vitte fel Feri, ő ott csinálta. Mondta. Veszel újat, vagy ezért belebasszott? Hát igen, nem, az figyelj most. Újat minek vegyek, semmi baj nem volt, annyi a sziminigeket kellett cserélni rajta, porvédőgumikat kellett cserélni, így olajat is átmosni, stb. Ilyesmi, beállítani, ezt mindenki csináltak. Most ma ott van csak a kormánycsapágyat is, kormányulatot is kiszedtem, tudod, újra zsíroztam, megnéztem, tökéletes állapotban a kormánycsapágy rajta. Nem, csak tudod, azért a milyen erővel kell lehúzni a kormány rudat, kormánycsapágyakat, tudod? Értem. Mert ez ilyen, hogy hívják, nem ez a klasszikus egybeépített csapágy, tudod, hanem görgős Értem. Kosár van benne, és akkor azt összehúzod alul is, felül is, jóba zsíroztam, és akkor tudod, most kibogoztam, hogy ugye a lehúzó anyát, az alatt azt 52 Nm-rel kell lehúzni, a fölötte lévő biztosítót meg 18 Nm-rel, és akkor úgy akarom, hogy ez pontosan úgy legyen beállítva. Akkor a Janival holnap beállítjuk, nem, keddere beszéltük, Janis, akkor beállítjuk, akkor az ma úgy kész lesz. Hát de majd még gumikat kell vennem, nekem is. Hát, nekem is már. Hát ez az öreg gumi van rajta, mi? Az öreg. Aha, hát igen, azt érdemes már. Nincs semmi baj. Látom, nincs kirepedezve egyébként. Semmi egyébként, tehát látom. Nincs kirepedezve, de. Még kicsit meleg is, ahhoz képest, ami idő van. Figyelj, tavasszal majd meglátom, hogy hogy viselkedik azt, hogyha úgy van, lehet, hogy nem nyúlok hozzá. Figyelj, ezzel menni kell szerintem. Menni kell vele, annyi az egész. Amúgy tényleg marha kényelmes, meg szép motor. Ritka darab, amilyen szép, jó alapotban van. Meg azok a dobozok rajta, hallod? Ez nagyon-nagyon fasza. Hát rá való. Igen, tényleg nagyon jó néz ki vele egyébként. Tényleg kavaszak, még már belül a lehúzó gumia is, tudod, amivel leszorítja a csomagot. Aha. Kavaszak kifelirat van, az a mistad. Az kipufogók is eredetiek, ez a festés. Ez a minden. Majd kicsit ha kezd rozdálni, majd arra kell valamit csinálni, ott lent kitalmasztó alatt, de kicsit majd visszadörzsölöm, azt valamit teszek rá, hogy... Hát apróságokat el lehet rajta molyolgatni szépen, hogy... Nagyon nem akarok én ezt hozzányúlni. Hogy nem hozzányúlni, csak ugye mégis, hogy... Hát na. Fasza, gratulálok. Szép. Mennyi volt ez, Ádám? 1100 euró. 1100 euró? Aha. Hát hallod, most... Hát rizikó volt, mert úgy adták el, hogy nem működik, tehát hogy nem üzenek. De hát...
végülis nem is üzemelt, mert csak szivatóval lehetett beindítani, tehát karburátort kellett. Hát a karburátoros rendszereknél az... A generátornak a cseréje az volt, hogy ami még olyan... Mert töltés nem igazán volt rajta. Fékolajt lecserélted? Én még ez semmit. De ezt le kellene. Hát majd lefogom, de egyelőre... Kuplungba is. Én még egyelőre nem. A fasza. Na, gratulálok hozzá. Most már csak, jó egészséggel, meg lóvé tankolni, azt... Évi került már rajta? Nem. Nem még? Nem vitted még? Nem. Hát azért majd csak... Most voltam, pénteken rendszámoztattam. Igen? Azért is jöttem. Ja, hogy az első utad vele? Ah, jaj, bazd meg. Ja, hogy ez az első utad vele. Ah. Ha már ráértél volna tavasszal rendszámoztatni, nem? Mi? Dehogy. Hát nem, hogy akkor motorozzál vele, bazs. Hát rendszak nélkül, hogy motorozzál. De nem úgy, te hülye most már, hogy még jó idők hát vannak. Miért motoroznék? Hát ez. Most már, hogy faszok. Alig vártam, hogy útra kerüljek vele, nem? Majd ezért figyelj, már majd úgy ezt kipróbálom azért. Hát, hát kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. De szerintem marha kényelmes így basszus. Nagyon, te, hogy rá, tényleg ez az ülés, hallod? Tehát ez a világból ki lehetne menni vele. Meg a kormány így ezért, így nagyon fasza. Nagyon jó. Volt egy XX-em, tudod, amin ki volt cseréve a kormány. Tudom, én mentem. Hát, jaj, tényleg mentél vele. Hát teljesen más motor volt, mint a másik XX-em. Fasza. Sokat számít ez. Hát, tetszik, nagyon jó. Tényleg, vagy de marha kényelmes már. Lábam is lejjebb. Egy rendes túra motor lett ebből, ezéből sportmotor. Hány kiló ez? Ez 254. 254 feltankolva? Úgy. Aha. Akkor nem is a nehéz motor. Nem, nehéz mozgatni. Nem nehéz motor. Főleg olyan szépen lehet pakolgatni, döltögetni erre-arra. Azt hiszem, hogy lehet. Mi? Ez. Nem, ez a hátsó teleszkópot tudod állítani, puha sárga, vagy... Mi ez itt? Hátsó teleszkópot állítod? Igen. Igen? Ezzel? Igen. És most alaphelyzetben van? Hát most, mert eddig nagyon pattogott itt volt lent, azt most felvettem legpuhábbra szerintem. Ja, most. aha. Mert ezekben a magyar utak nem biztos, hogy ennyire pattogósan jók, de... Aha. Azért... Mondjuk ezért teleszkópokat is érdemes benne átnézni, főleg az elsőket. Meg kell majd, de én nem... Felpolírozni, meg... Hát de akkor is, hát nem veszed azt... Persze, az fölül majd ki kell még pucolgatni, de... Á, meg figyelj, szerintem az olajat kicserélni, hát meg ki kell, kipucolni, az kell, mert azért előregednek a szimmering is benne. És látni, hogy az egy kicsit ott is szivárok valami, mert azért már elég tapad rá a szemét. Aha. Féknyerge. Hát kell majd vele. Hát igen, sok apróság. Nincs olyan nagy rugó útja neki éppen. Ja. De azért az biztos, hogy ezt is rendbe kell a teleszkópokat tenni. Hát... Igen, meg most valahogy egy csavar kivarankozott. Már tettem bele ott egy ilyet, majd van... Én ezért szoktam... De nem, úgy szoktam, tudod, hogy ha úgy van, akkor veszek bele rozsdáló csavart, tudod, króm csavart, imbuszfejű króm csavart és üvegalátét, krómos, króm üvegalátét, tudod, az alatt van ilyen, az alátét alatt van ilyen vékony réteg, ilyen puha réteg, és akkor azzal szoktam kicserégetni. Már nekem is az lesz szerintem, mert ez valahogy ki rászkódott, hogy én nem is tudom, hogy ez. Hát ez előfordul, Mondom, ezeket ragaszgattam, én annyira nem is húzogattam meg a csavarokat. Gyertyacsere? Az vadon a túlja. Igen? Hát, mondom, 50 kilométert mented a legutóbbi szervizre. Fasza. Ezt ahogy néztem, hát a gyertyákat mindent. Ja, itt van a benzincsapja. Hát. Itt van a szerszámos. Ötlete, nyisd már ki. De jó. Na növet kihagyjuk. Aha, látom. Nem, ha látom. Nagyon faszam. Hát ide meg a csomagtartót tudod felfogatni. A dobozokat? Aha. Aha. És a konzolt,
Mire teszel még egyet, ezt úgy teszed rá, dobozz is. Aha. Most hova mész? Haza. Vissza az ére? Nem, oda a vada? Csak bejöttem, mondom, tankolok meg. Motorozok. De vigyázz arra azért bárna felé az útod, mert az, ott nem szárad fel az aszfalt. Végig ilyen hideg víz. Ádám, örülök neki, hogy egyrészt, hogy láttalak, meg ezzel a szép motorral főleg. Úgyhogy majd tavaszra összehozunk valamit. Na, már csak kéne motorozni együtt. Jó legyen. Jó, szevasz, vigyázz az úton. Szerkesztő úr. Hát, csinálom, épp azt videót szerkesztek. Szeretsz vele foglalkozni? Most kezdtem el, Ágival mentünk Boszniába, aztán most kezdtem el szerkeszteni. Hát, azzal, hogy pár napig el leszem. Hát, most... Jó napot kívánom. Igen, most egy... Hát, igen. De már a második... Most ugyanúgy a túrának a második fele az már fent van, az már részem van, tudod, korábbról. Most az első részét csinálom. Mert az Magyarországon volt már visszafelé, aztán mondom Józsi barátoméknak. Hát azért hosszú utak ezek. Hát igen, a jövőre. Van benne történés. A jövőre megyünk. Megint, valahova messzire. Nagyon szép, nagyon fasza, tetszik. Szép motor, tényleg szép.